Hepsi işlendi. Biz toplu basın. Ben de sarı. Te segíte essa perna? Ah, pô, acho que... Ah, pô, não vai achar. Modelo, chefe. Indo nunca balatona, napi vlog, Larus, Zui, brinho, daqui pro baio. Ez nagyon fogsz repeszteni. Ugye van ott? Berakjuk a robogódat, ami a új roller is, és akkor el tudod alakítani, ha akarod. És ide berakjuk a kis új futóbiciklidet is, jó? Nem! Tehát akkor nem akarod levinni a balcsira? Jó, no. Kocsiba akarod rakni? Tudod, nem fog elférni. Megpróbáljuk berakni a kocsiba? Uh-huh. Jó. Akkor megpróbáljuk berakni a kocsiba, jó? Hova rakjuk? Nana. Na rához uh-huh. fogod? Úgy utazol? Uh-huh. Hát szerintem ez nagy neked. Nem. Nem? Uh-huh. Bírni fogod? Uh-huh. Akkor nézzük meg! Hát gyere gyorsan! Gyere! Egyik kéz. Másik kéz. Igen. Azaz. Jó utat. Apának mondnak, hogy döntse meg az ülésed, és akkor tudsz szundízni. Döntsem hátra? Uh-huh. Így jó. Már alszol is? Elég szoros az öve, kicsim? Lárus elaludt már. Alszik. Maradj elég szoros itt vagy az öve. Most húzom meg. Hogy legyen, hogy kocsikázunk együtt, majd te bemész, és én kocsikázok a Narussal. Nekem mindkettő jó, de szerintem, ha én bemegyek, és addig elkezdem kipakolni a dolgokat, meg átnézem, hogy mi az, amit kéne tegyünk, akkor pont ez a 20 perc fél óra alatt én előkészítem, kinyitom a nyaralót, meg megnyitom a csapot, az áramot, ilyesmi, és akkor addigra pont szerintem te is megérkeztek. Jó. Mentek egy kört. A raklap bútorok még egyelőre itt vannak. Itt van egy kis teraszunk, amit elkezdtünk már letakarítani, lesöpörni. Itt vannak a szivacsok és a párnák, ami a raklap bútorra majd rákerülnek, és akkor ide szoktuk felrakni. Ott van akkor így két teraszunk, és ez is egy ilyen tök jó kis terasz, közel van a kilátáshoz. Nagyon szeretjük, és kényelmes nagy, úgyhogy ezt meg újra egyszer le fogjuk festeni. Minden évben lefestjük egyszer apával, és ide fog kerülni, úgyhogy ez fog most megtörténni. Miért ott csöpöget, apa? Na, hello! Szia, megjöttünk! Sziasztok! Te így cipeled be! Meg már rollereztél is, mondd apára! Egyedül hoztad? Nem engedi, anya odaadta a pingponglabdát. Ne hozzá, apa? Nem. Már egyedül? Nekem. Nézd, apa szépen lesöpörte a teraszt. Bizony, elkezdtük. Segítesz meg felrakni a rakni a bútor? Aha. Oda visszük együtt. Söpörni segítesz? Gyere, segítek hozni, jó? Na itt a Balaton. Kérdezted, hol van? Itt van, látod? Na. Milyen a kilátás? Szép van? Óvatosan, stop, Edith, soha nem mehetsz közelebb, jó, Narus? Nem szabad idejönni közel, jó, Nara? Nézd, ott van a hajó is, mert vitorlás. Te is segítesz apának? Aha. Apa, az... Apa, fog meg a másikat. Fogja meg én is? Persze, ne ösöpörjön egyetül. Segítsek? Aha. Ketten? Aha. Gyere. Így szépen, ügyesen, az.
Te nagyon ügyesen söpölsz, Nerus. Te nagyon ügyesen csinálod. Ez nem könnyebb neked ez a pici? Nem. Az jó, nagy? Jó. Jó. Pici nem. Pici nem? Apa. Azt a apa csinálja? Én mi nem kész, mazsola? Te. Kész? Nézd, cukikám. Itt az innivalód, mazsola. Mama. Oda leparkoltad. Mama. Itt van. Elmegyünk mindjárt. Elmegyünk mindjárt rollerezni, jó? Meg keresünk kutyusokat. Megsimízzük őket? Néni, apa! Megkérdezzük a nénit meg a bácsit, hogy megsimízhetjük-e. Jó? Apa se nem. Apa nem söpör már? Nem, nem. Tessék. Itt elrepett egy lapunk. Ezt ki kell cserélni. Ez mit elrepethetett el? Nem tudom, szerintem van egy kis mozgás, hát ezt mi raktuk le. Ezeket mi csináltuk, képzeljétek el. Igen, meg a raklapbútort is amúgy mi csináltuk, mi festettük. Lehet, hogy át kéne viszont innen fehérre festeni, mert annyira régóta készülünk rá, nem? Igen. Most néztük azt a sprayt, és azzal nagyon egyszerű lefújni. Igen, de szerintem meg kéne csiszolni a felületet előtte, nem? Vagy a spray az fogja? Tudtok ebben esetleg segítséget adni, hogy van-e olyan spray, amit csak így le tudunk fújni, és a fát megfogja? Elvileg ezek nagyon erős fedésűek, ezek a sprayt, amiket múltkor néztem, de azt kell, hogy veszünk egyet, és csinálunk egy próbát. És a csiszolással szerintem egy hétvégén kell megy, úgyhogy ha le tudjuk anélkül fújni, ez tök jó, hanem akkor csiszolunk. Jó, oké. Okay. Na, ez a ládát. Ládát. Ó, ebben nincs. Nagyon más volt. Ezeket kéne letenni. Úgyhogy jó, ha visszamentek korábbi videóinkra, szerintem ilyen hát még a Nara születése előtt, akkor mi nagyon sokat barkácsoltunk, itt láthatjátok, hogy miket találtunk ki, miket csináltunk, úgyhogy keressétek vissza őket, és hát a füvesítés is a két kezünk munkája, ami egy picit komplikálta volt, mint amennyire látszik, de... Vicces videó, érdemes megnézni. Szerintem ahhoz képest egész jól, hát onnan indultunk. Igen. Az az igazság, hogy még füvesítés tüzek vagyunk, úgyhogy nem voltunk teljesen tisztában azzal, hogy be is vágjuk a feszinket. Fel kellett tölteni ez idáig fűmaga, meg ezzel a fúrazzal a vizével, és akkor elvileg, ha minden igaz, akkor magától össze fogjuk keverni. Most egy nagyon vicces rész következik, bár már futottam, ugye, mint említettem nektek, de bele kell döngölni a talajba a fűmagot. Érdekes módszert választottam. Most pedig ezt a hátsót felveszem. Szerencsére nem ragadt rá az aljára. És előre rakom. Szerintem ma nem kellett volna edzeni előtte. Most elfáradtam. Lehet, egy-egy várom. Szívesen nem nehéz. Bírom, hát erős csengve, strong csengve. Csak még lehet, hogy nem nekem kéne háttal menni, az sokat lendíten a helyzetem. Ez van a problémák. Gyere, kislány, gyere! Az elemet, amit most utoljára viszünk, ezt azért csináltuk, mert ez ilyen multifunkciós. Tudjuk asztalkának használni, be tudjuk tenni a sarokba. Voltak, akik úgy aludtak rajta, illetve mi a sofiba ide szoktuk tenni a szélére, és akkor egy ilyen kis hosszú kanapé, amint tudunk feküdni, legalábbis régen tudtunk feküdni. Most maximum akkor, hogyha Narus alszik. Mondd el, hogy ez a mi koncepciónk szerint. Igen, ez is mi találmányunk, csak ezt nem fejeztük be, mert ezek majd le lesznek. Minden ember? Hát majdnem lefejeltem ezt a kis betondalapot, de amúgy igen, kösz, jól vagyok. De jó. Hát pedig de jó lett volna, ha meg lett volna. Nagyon lett volna, mehetünk volna az ügyeletre orromat összerakni.
mert régen ide leültünk, és akkor itt emlékszel, sütögettük a szalonnát, meg a mindenféle. Igen. Ez így volt. Régebben más volt. Tök tehetségesek vagyunk. Nem? Igen, bár ezt fel kéne javítani egy kicsit, ha le kéne csiszolni, újra festeni, ezt mindenképp tudja lefújni. Ez az. Ügyes vagy. Hozzon és a seprőt, a végre. Nem kell hozzá seprőt, köszi. Ez a tiéd? Nagyon hasznos kicsi vagy. Kicsi, mint a seprő. Úgy néz ki, mégis elmítél rá. Itt a seprő. Hol van a... nyugágy? Szerintem bent van valahol. Ezt feltegyük? Kis házban van. Megvan. Szupi. Felrakadtál vagy? Vagy együtt. Rakjam én. Együtt? Ja. Ebből párszor már borultam ki. Igen. Most megmutatod a helyes használatát. Nem, mert tudja, most is kiborulok belőle. Összement? Nem, csak feszesre van húzva, hogy nem adom. Újra vigyázz? Jó. Ez ennyire nem volt feszes kicsim. De. Na, most jó. Ez ennyire akkor sem volt fenn. Azaz? Azaz, így szoktam kiborulni, azaz. Hát tovább, ilyenkor jó, mert ha lejjebb rakod, akkor nagyon a föld közelébe vagy. Na jó van, pupik, akkor néci, még egy picit söpörjél fel. Oké, az a jó, viszont lejönni nem tud. Vagy lejönni le tudsz, csak nem túl elegánsan, nézd meg ki. Pupi. Jó, akkor pihengessél, addig megcsinálok mindent, jó? Jó. Szia. Életem. Ide jössz velem hintázni, Csibe? Modálosan. Ugye? Én mondtam. Mondtam, hogy le fogsz esni. Segítség! Na? Segítség! Ilyenkor mit kell csinálni? Segítség! Kiabálni. Akkor egyedül nem lehet. Rá kell írni, hogy csak szülői engedéllyel. És felügyelettel. Pont gondoltam, pózerkedek egy kicsit. Aztán ez lett a vége. Sikerült. Rolleres tényleg? Hoppá! Ide jössz anya mellé? Gyere szerelmem! Gyere! Ide? De gyere, anyának kell feltennie. Az előbb majdnem kibarultam belőle, képzeld el. Itt kiabáltam, segítség! Apa mentett meg. Na gyere! Apa! Apa megmentett. Ta farinta, régi Duna, kis katona, ugorj a bajcsiba. Jó! Segítsek meg kibontani? Apa! Apa mindjárt jön, és kihozzuk az asztalt még, jó? Ezt apával hoztuk ide, ügyesek vagyunk? Uh-huh. Ügyesek? Köszi! Ma. Mi van ott? Ma. Nem látom. Ma. Megnézzük? Nézd, ez ugyanolyan sütögető, mert otthon szoktunk sütni nyáron. Itt a létra, ez mindenféle levélhúzó van, itt szerszám. Itt vannak a másik szerszámok, ecsetek, festékek, amivel apával szoktuk használni. Segítesz ma nyáron nekünk itt festeni? Az a csavarhúzó. Az a narosnak nem való, ugye? Nem, nem. Festék, igen. Na gyere, menjünk, Csibe. Elmegyünk rollerezni, ha megetted a banánt. El? Gyere, kicsit. Gyere! Szóval, te
de ügyes, hogy ott megvigyázz a lépcsőnél. Nézd hátra. Megvagy? Köszönöm. Apa, Marus olyan nagy segítség. Marus nagyon erős. Azaz. És ebből sétálok a vára. Köszi, Marus, ide letesszük. Hozzuk a székeket, jó? Ja. Itt van már egy szék. Fogd az egyik felét, figyelj! Én ott megfogod? Ott fogod, Csibe, itt. Lehozod? Uff! Köszi! Uh-huh. Víz, igen. Na, na. Na, hely! Tényleg! Imádlak! Vigyázz, hogy nem teszem meg, csak a lépcső, jó? Igen. Azaz, hol szeretnél menni? Motor? Ott a rollered, kicsi, nézd! Ott van, nézd! Ott a rollered! Jaj! Apa, gyere! Pipi, mert jobb idő van, remélem, hogy többet tudunk majd lejönni, hiszen nagyon szeretünk lejárni a Balatonra. Nagyon sok időt töltöttünk itt a Nara előtt is, és a Narával is tervezünk, hogy minél jobban megszeresse és megismerje, de hát imádja. Autó! Igen. Aj! Jön az autó, meg kell állni, ugye? Nem. Ügyes vagy. Oké, ügyes vagy. Jó, mehetünk. Majd jövök lábtengozni. A lányok napoznak, pihennek. Én még egész napot tudatom. Én így kicsikém ébresztő. Apát elkísérik majd lábteniszezni a strandra? Nem. Nem? Hát jó. Ha Nara nem szeretné, ezt nem erőltetem. Nara ott fog csúszdezni anyával. Jó. Jó. Apa meg lábteniszezik. Még itt legalább ki szoktuk élni a barkácsolási vágyainkat. Nagyjából mindent mit csináltunk a Sofival, ezt meg tudjátok nézni előző videókban. Festegettünk, barkácsoltunk, fűrészeltünk, mit csináltuk a kerítést is például, kukatárolót, fatárolót, az ülőkét, amit láttatok, úgyhogy azt mondta a Sofi, vannak még ötletei a nyára, hogy azokat meg kell majd valósítanunk. A puci itt van. Megint jó lesz, a szélén kéne jönnöd. Nézd, ott a másik szélén tudsz most lenni, gyere? Igen. Hia! Hia! Mindenkinek köszöntél? Mindenki köszönt neked? Nem. De mindenki köszönt neked, ügyesen. Akinek a Narus köszönt, annak te is köszöntél. Régebben romantikusabbak voltak a séták, nem kicsi, ami nem kell attól rettegni, hogy a Nara nem rohan ebbe, vagy jó, az árokba, vagy a szakadékba. Fogjuk meg a kezét, itt vagy át tudom menni. Anya kezét megfogod? Köszönöm, az úgy biztonságosabb, jó? Nézd, ott fel tudunk menni, ott menj a lépcső. De nézd, ott nem jobb? Hol van lépcső? Nem, nem, ott az a lépcső, nézd. Az lépcső, nem ez? Igen. Olivia! Nézd, majd itt van! Most jó? Anya, szí! Fia? Anya! Baba! Anya itt marad! Nincs, itt anya, anya! Erre menjek? Tuti? Itt fel tudok menni én is? Ti erre értetek? Megjött! Borázom van, ugye? Megsimogatod? Jó, várjuk meg még ide, és megsimogat, megkérdezzük, jó? Rendben? Bácsitól megkérdezzük, hogy meg lehet-e simogatni. Most kutya projektben vagyunk, úgyhogy ennyi volt most a balatoni vlogunk, de jelentkezünk még innen is mindenképpen. Ha kíváncsiak vagytok bármire, akkor írjátok meg, és hamarosan érkezik az új videó. Így van, iratkozzatok fel, lájkoljatok, és találkozunk következő részben. Sziasztok! Sziasztok, megyünk kutyát simogatni!
Kérdezd meg a bácsi, hogy megsimogathatod el. Elment, kézzel tudod.